Mai témáink. A kormány ellenséget láttató politikája vezetett a migrációs válsághelyzethez, állítja az MSZP. A párt szerint a kabinet az embertelenség szinonimájává tette Magyarországot. Közben az ENSZ főtitkár és több nyugati politikus is bírálta a magyar hatóságokat amiatt, hogy könnygázt és vízágyút is bevetettek a menekültek ellen Röszkénél. Molnár Zsoltot kérdezzük. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Ma már nyugodtabb volt a helyzet Röszkénél, de az is igaz, hogy a menekülők százai, ezrei elindultak, ahogy az várható volt, más irányba, Horvátország irányába. Azt mondják a szocialisták, hogy a jelenlegi válsághelyzetet egyébként a kormány ellenség politikája okozta. Molnár Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok Önnek és a kedves nézőknek is! Nem gondolom, hogy szerencsés lenne egyébként az ellenség kifejezése használata, annál is inkább, mert akkor, amikor egy ország határain ezrével, tízezrével akarnak emberek illegálisan átjutni, akkor őrájuk mégsem mondhatjuk azt, hogy turisták. Tehát nem gondolom, hogy a másik végletet kell az ellenséget használni, de egy kormánynak, egy kormányfőnek meg mégis az a dolga, nem, hogy megmutassa a lakosságnak, hogy itt szabadon jönni-menni ebben az országban minden irat nélkül nem lehet. Sok igazság van, amit szerkesztő asszony mondott, azért azt, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez az egész ügy valamikor tavaly évvégén, idén, évelején kezdődik, sajnos a párizsi merénylet kapcsán is, amikor a miniszterelnök és a kormánypárt elkezd beszélni népvándorlásról, tömeges átvándorlásról, terrorizmusról, az országot fenyegető veszélyről, országvédelmi tervet készít, előre feszültséget kelt, plakátkampányt készít elő, ahelyett, hogy humanitárius táborokat építene, ahelyett, hogy a rendőrséget újra alkalmasra tenni a határ védelmére, ahelyett, hogy tárgyalna az ellenzékkel. Tehát mi azt rójuk leginkább föl a miniszterelnöknek, hogy pártpolitikai célokat csinál ő is, meg a kormánya is, meg a pártja is ebből a kérdésből, pedig itt el kell ismerni, Európa egy nagyon nagy válsággal, egy nagyon nagy problémával találja szembe magát, amit egyrészt nemzeti konszenzussal, másik európai konszenzussal lehetne rendezni, ehelyett a miniszterelnök feszültséget kelt a pártjával és a kormányával. Attól még önnek abban igaza van, hogy akik a határnak nekirontanak, köveket dobálnak, tüzet raknak, nekirontanak a rendőrsorfalnak és a határzának, azok nem tekinthetők nemhogy turistának, hanem még békés menekülnek sem. Igen, de akkor mondom a másik végletet. Azok az emberek, akik most ott tüzet raktak, neki mentek a kerítésnek, azok az emberek többségében minimum 2 hónapja úton vannak, de lehet, hogy már 6-8 hónapja úton vannak, gyalogolnak, embercsempészek segítségével, vagy akár kifosztásával, többször nekiindulnak hajón át Törökországból, Görögországba, visszazavarják őket, börtönbe kerülnek. Ezek az emberek elcsigázottak, fáradtak, és akkor még egy szót nem ejtettünk arról, hogy mit éltek át a saját hazájukban. Csodálkozunk, hogyha ezek az emberek egyszer csak több napi várakozás után nekirontanak a kerítésnek, mert azt mondják, hogy tovább akarunk menni. Talán én azzal kezdeném, hogy ezek az embereket a legnagyobb humánummal, akár keresztényi, akár nem keresztényi, de mindenféleképpen szolidárisan kell fogadni őket. A probléma azzal van, hogy Európa összezavarodott. Összezavarodott, mert nem csak Magyarország, hanem a környező országok, de nagy európai országok is egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak hetente. Németországban lemondott a bevándorlási hivatal vezetője, Ausztria, aki egyik héten átenged, befogad, másik héten már bevezeti a határellenőrzést, és lényegében Schengen felfüggeszti. De várjon egy kicsit, akkor amikor Ausztria bevezette a határellenőrzést, akkor Magyarországról gyakorlatilag buszokkal, vonatokkal mehettek regisztráció nélküli emberek Ausztriába. Így van, hát ugye ezért van nagyon nehéz helyzetben a kormány, és ezért kellett volna arra törekednie, hogy ezt szakmai ügyként, nemzeti konszenzussal valóban humánusan oldja meg, és ne pártpolitikai propagandát csináljon belőle, mert az abban viszont igaza van a kormánynak, és ezt ki kell mondani, hogy egyik nap az volt a probléma, hogy betartja Magyarország Schengent és Dublint, tehát regisztrál, tehát szigorúan az európai, nem csak a magyar, az európai jog szerint jár el.
Másiknak meg az volt a probléma, ha ezt nem teszi, és átengedi őket, és gyakorlatilag nem tartja be az uniós jogszabályokat. Tehát ezért ez így Európa zavarát mutatja. Az persze egy tény, hogy a miniszterelnök és a kormány a zavarosba halászik. Tehát kifejezetten ezt kéne befejezni, ezt a zavarosba halászást, hogy kihasználni ezt a válsághelyzetet, kihasználni az Európai Unió nem képes gyors választ adni, és a nemzet megmentőjéként próbál kommunikálni a miniszterelnök, még akkor is a rövid távon bizony most látszatra sikereket ért el. Az, hogy egyik nap betartottuk a szabályokat, és Dublin 3 alapján és minden egyezmény alapján regisztráltunk, másik nap nem tartottunk be, ezt egyébként senki nem kényszerítette ránk, hogy jó, nem tetszik, amit tegnap csináltatok, holnap csináljatok azt. Tehát a magyar kormány döntése volt az, hogy egy hétfő reggel 6 órakor nem szállhattak fel a migránsok a vonatra, majd 7 órakor mégis felszállhattak. Keddi napon meg már senki nem szállhatott fel, és ebből megint óriási tumultus keletkezett, áldatlan állapotok a keleti pályaudvaron, és megint csak azt lehetett látni, hogy a menekülők ott balhéznak. Nem tudták, hogy mi van. Hát itt a bábeli zűrzavart lehet említeni. Na de azt mondom, hogy ezt nem kényszerítette rá. Ezt nem kényszerítettünk rá, bár a tapasztalat az, amellett, hogy a kormánynak volt ideje felkészülni. Óriási felelősség terheli abban, hogyha ők ezt januárban, februárban tudták, hogy itt bizony ilyen migrációs menekült átutazó hullám lesz, mondjuk a menekült hullámot, hiszen ez a migráns szó ez ilyen pejoratívnak hangzik, akkor nekik kutya kötelességük lett volna fölkészülni, nem most tábort építeni, nem most rendőrt átképezni, nem most humanitárius segítséggel fordulni más országokhoz. De az is igaz, ha megnézzük, más országok is a bábeli zűrzavar részesei, hát Horvátországban most jelentették be, hogy Zágráb megtelt, 2 nap alatt elnézést kérek. Tehát Horvátországnak 2 napos migrációs nyomás ebben mi a zűrzavar? Hát most pont azért, mert mi lezártuk a szerb-magyar határt, ezért aztán arra mentek. Tehát azért... Azok az országok, akik eddig ugye nagyon humánusnak mutatkoztak, most hirtelen ők is elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan fogják megoldani a hozzájuk közönlő menekült és átutazót. Tehát az országok közötti koordinációban teljes zűrzavar van. Mondom, Horvátország ma bejelentett, hogy Zágráb megtelt, bocsánat, másfél nap alatt megtelt, hát Budapestet hónapokig érkeztek. Ez mutatja azt, hogy milyen, amikor egy országnak és annak kormányának nincs nemzetközi tekintélye. Ez arról szól, hogy nem fogadják el partnernek Magyarországot és a magyar kormányt az Európai Unió vezető és nem vezető országa is sem, szomszédos országunk nagy része sem, és emiatt ez együttműködés nem működik. De azért azt is fel kell tenni, és szerintem nem lehet ezt a kérdést addig lezárni, amíg nem tisztázódik, hogy Görögország mit tesz ebbe a kérdésbe. Én ugyanebben a műsorban 2 héttel ezelőtt azt mondtam, hogy Törökország és Görögország nélkül nem lehet megoldani ezt a kérdést, és az Európai Unió gyakorlatilag nagy hatalmai nélkül, akiknek komoly eurómilliárdokat kell ebbe belefektetni, nélkül ez nem lesz megoldható. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként, ez maga a Nemzetbiztonsági Bizottság kap tájékoztatást, folyamatos tájékoztatást arról, hogy éppen mi a szerepe a katonáknak a határon, éppen mit cselekednek a rendőrök, a TEK munkatársai, van információjuk? Tegnap harangozó frakciótársammal, aki a Honvédelmi Bizottság alelnöke, röszken jártunk. Igaz, nem az események csúcspontján, tehát nem akkor a délutáni időszakban, hanem kora este. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy akkor már nyugodtabb légkör uralkodott. Kaptunk egy ottani, közepesen magas beosztású rendőrtől kaptunk tájékoztatást. Valamint el kell mondjam, a belügyminisztérium államtitkára tájékoztatott, hogy mi a kialakult helyzet. Ezzel együtt azt mondom, hogy megkerülik azt az alapvető kérdést, hogy ugye napról napra lehet magyarázni, hogy mit tesz a rendőrség és mit tesz a kormány, de perspektívikusan az látszik, hogy semmilyen érdemi stratégiai tervezés nem zajlik. De kapnak információt? Fogalmaznék, hogy részinformációkat kapunk, de az egész arra vezethető vissza, hogy az alaptörvény, amely nem tenné lehetővé azt, hogy a honvédséget ilyen feladatra bevessék, az nincs módosítva. Tehát illegitim módon zajlik, még akkor is, ha egy-egy részletszabályban van igaza a kormánynak, de egy jogállam ott kezdődik, hogyha már fabrikálnak egy alaptörvényt egypárti megoldással, átnevezik az alkotmányt, ami egyébként jól működött, majd ezt se tartják be, lemond a honvédelmi miniszter, megjelenik a belügyminiszter helyett mellett egy kormány nevében eljáró Bakondi úr, akinek nem egészen lehet tudni, mi a funkciója. Tanácsadó, hát mi igen, most? Igen, de hát mégis úgy tűnik, mintha átvenné az események irányítását. Tehát az látszik, hogy zűrzavar van a kormányon belül is. Tényszerű, hogy egész Európában ez a helyzet kezelhetetlennek látszik. Azt önök nem kérdezték meg, hogy például miért nem a belügyminiszter áll ki tájékoztatni a közvéleményt? Meg fogjuk kérdezni, kérdeztük is. Azt gondolom, hogy a kormánynak egyes szereplői, azt gondolom, lehet, hogy nem tudom milyen motivációnál fogva, de mintha nem mindig értenének egyet ezzel az irányra, ami látszik, ugye ez a Hendele mondás körül azért tetten érhető volt.
most a kormánynak vissza kell térni a jogállami útra, mert igenis, ha visszatér, akkor ezt az ügyet lehet nemzeti ügyként, közös problémaként, humánus módon megoldani. Ha így folytatja, akkor végre kiírjuk magunkat Európa jogállamai közül, és lehet egy darabig, hogy mondjam, részsikereket elérni, hiszen valóban eltérítő hatása lett ezeknek az elrettentő intézkedéseknek, de tartósan nem lehet Európában így politizálni, hogy a kormány teszi. Most a katonák többsége a határvonalon, és elsősorban a valamikori, tehát tegnap előtti időben még határátkelőnek nevezett helyeken a rendőrök mögött biztosít védelmet, vagy nem tudom, fedezett, nem tudom mit, tehát hogy ott vannak. Akkor például a többiek közben építik a kerítést, vagy az most leállt, és a katonák, a rendőrök a határt védik, és akkor a kerítésépítés meg nincs, vagy mi van vele? Szerkesztő azt mondja, igen, tájékozott, hiszen aki ilyen misolt vezetőn különösen mégse tudja erre a választ, én sem tudom, pedig ott voltam röckén, kértem tájékoztatást, írásban és szóban is a Nemzetbiztonsági Bizottságon az látszik, hogy a honvédség valamilyen utóvétként ilyen mélységibb munkára van oda rendelve, tehát ezt építési munkáknak kettő megtámasztani, megsegíteni adott esetben, Isten ne adja, hogy ilyen kerüljön, ilyenre sor kerüljön, de ha áttörnek a készenléti rendőrségen és a teken, akkor ott már nagyon nagy baj van. De ez mutatja azt, hogy abszurditás, hát a honvédség nem erre van kiképezve. A honvédségnek nagyon fontos alkotmányos feladatai vannak, de nem a menekültek elfogása. Ha viszont erre az útra kíván lépni a kormány, akkor el kell mondani, hogy nem alkalmas és nem elégséges a rendőrség bevetése, alaptörvénymódosítás jogállami keretek között, leülni az ellenzékkel, leülni más pártokkal, szakértőkkel, és megnézni, hogy milyen megoldást lehet erre találni, és nem erőből megoldani. Most, amit én ott láttam, hogy a rendőrség mögött utóvétként honvédség egyes alakulatai ilyen meghatározhatatlan feladatot láttak el, és egyes helyeken meg optikailag erősítik a... Vagy pszichológiailag, hogy a rendőrök bátrabbak, mert látják, hogy van mögöttük, igen. Ja, most nem, inkább nem a rendőrök bátorságára gondoltam, hanem a menekülők felé egy üzenet, hogy itt nem csak rendőr van, még hát fegyveres katona is. Igen, bár őszintén szóval az látszik, hogy az embercsempészek, és ez is nagyon szomorú, az embercsempészetre fölhívta a szocialista párt és magam is a figyelmet, hogy ők itt a fő kolomposok. Ők egy-két nap alatt alkalmazkodtak az eltérítéshez. Már keresik az alternatív útvonalat. Ugye Magyarországon nem a szerb, de a horvát határon már Dél-Baranyában megjelentek a menekültek. Szlovénia ugye láthatóan pánikreakciók hatás alatt van, Románia irányában is furcsa események zajlanak. Tehát ebből az látszik, hogy ez ilyen részsiker ez az eltérítés, és az embercsempészek viszont alkalmazkodnak, és újabb tarifákat fognak kijelölni. Meg újabb útvonalakat. A szerb újságírók megveréséről önöknek, vagy önnek van tudomása, vagy kér, vagy kapott tájékoztatást? Természetesen kértem. Természetesen kértem. Írásban is utána, hogy a bizottság is fogja ezt tárgyalni. Aránytalan. De amit én látok, hogy egy jogszerűnek tűnő rendőri intézkedés, ami arról szólt, hogy át akarnak törni és áttörtek valahol, ezzel szemben jogszerűen a rendőrségnek, aki a határt védi, föl kell lépni. De aránytalan volt ez a művelet. Hát legalábbis képileg, de majd... Képileg biztos, hogy aránytalan volt, és hát az is ugye egy ilyen fonákja ennek az egész helyzetnek, hogy ugye a média tudósítani akar, belekerül a frontvonalba, és talán az látszik, hogy a rendőrök egy picit aránytalannak tűnő fellépést tettek. Ki kell ezt vizsgálni, remélem, hogy a Honvédelmi Bizottság is tesz ebben lépéseket, a Nemzetbiztonsági Bizottság biztos, hogy foglalkozni fog vele. Köszönöm szépen, hogy itt volt.